klubban Vasesszik dobogott. Úgyhogy ő a kezdettől fogva, ott egy nagyon átmeneti rövid időszak a postástól jött át, de neki a Vasas volt a mindene. Számtalanszor felmerült, hívták máshova, más sportvezetőként is, de sehova, csak a Vasas. Ő nagyon ide kötődött Angyalföldre. A legjobban az jellemezte, hogy a figyelmét meg tudta osztani mindenkihez. A környezetébe, a családba, az utcába lakó emberek, a kerületbe lakó olyanokkal, akiket ismert. Úgyhogy ő mindenkihez kedves volt, mindenkihez jóindulatú volt, végtelen türelme volt. És nagyon várta ezt a pályát. Mit mondaná ő szerinted, vagy mit mondaná, hogyha most ezt látná, hogy ki van írva ide, hogy Jász Kálmán szektor? Hát könnyes szemmel nézelődne, ahogy én. Nem hiszem, hogy szavakat ki tudna mondani. Ez nagy megtiszteltetés természetesen. És hát valahol ez lehet, hogy álma is volt. Nem tudom. Nem beszélt erről. De azt tudom, hogy a pályás sorsát nagyon a szívén viselte. Úgyhogy mindig, amikor bejárás volt, akkor utána beszélgettünk, elmesélte az élményeit, és olyan hével tudta mondani, hogy látszódott, hogy ez mennyire fontos neki. Nagyon jó érzés, de azt hiszem, hogy tettem is érte, hisz a klub történetében a legtöbb bajnoki mérkőzést játszottam. Ha számolnánk a kupameccseket is, akkor körülbelül a duplája lenne, amit eddig elértem. Annak külön örülök, hogy itt a szomszédomban a legjobb barátom, a Váradi Béla mellett kaptam ezt a szektort. Én úgy érzem, hogy családok is, ha gyerekekkel jönnek ki, akkor egy nagyon szép helyre hozzák a gyerekeket, és talán beléjük is beléjódik a Vasas szeretete. Annak meg külön örülnék, hogyha a csapatnak sikerülne egy év múlva az első osztályba felkerülni. Ha időm engedi, természetesen ki fogok jönni és szurkolok a csapatnak a sikeréért. Nagyon tetszik és igazán megható, hogy el is nevezték róla ezt a szektort, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, meg hát ő is köszön néha jelle. Azért ez nagy megtiszteltetés számára. Hogyha ő nem dolgozott véletlenül, akkor mindig itt volt. Úgyhogy hát általában, ha nem este voltak a meccsek, akkor ki tudott jönni még munka előtt is. Úgyhogy őt nem is lehetett volna, de nem is akartam bebeszélni, meg hát tényleg neki ez volt az élete. Akkor is sírtam egy kicsit, amikor megtudtam, és most, hogy látom, hát lehet, hogy most nem sírok, de közel állok hozzá. Igen, nagyon meghalt. Ő szerintem nagyon megérdemelte. Egy rettentő jó ember volt. Nagyon jó ember volt. Nagyon gyerekszerető is volt. Tehát az unokája, éppen emlegettem, hogy nap nem múlik el, hogy a neve ne hangozzon el, pedig most már 2003-ban halt meg. Atyuskának becézték, becézik a mai napig atyus. Kint van a falon a karikatúrája bekeretezve. Tényleg egy család volt. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy olyan szinten tartottak össze, hogy arra viszont mindig emlékszem, hogy hol itt, hol ott, de mindig összejöttek. Tehát úgy hét nem múlt el, hogy valakinél ne jött volna össze szinte az egész csapat. Emlékszem, anyukám is, hogy készült ugye idegtállal ezzel, és akkor jött a csapat. Nagyon-nagyon összetartottak, feleségek szintén. Tehát rengeteg olyan képen van, hogy itt a különböző anyukákkal, ugye különböző feleségekkel, a gyerekeikkel itt játszunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a hagyományokra ennyire odafigyelnek, mert csak úgy lehet építkezni, hogyha van egy stabil alap, már pedig ők stabil alapot adtak, meg hát az elődjeik is nyilván. Tehát csodálatos dolog, és úgy hiszem, hogy egyedülálló, én nem hiszem, hogy a világban volt már ilyen. Hogy ennyire, mert odafigyelnek azért külföldön is, de ilyen szinten én nem tudom, hogy volt-e valaha valahol. Én tudtam, én vagyok a legidősebb unoka, hogy a Vasasban kezdett. És azt pontosan nem tudtam, hogy hány éve, de olyan 4-5-öt tudtam körülbelül, hogy ezt itt focizott. És akkor utána került a Fradiba, és aztán ott focizott többé. Az én gyerekkori emlékem az, hogy a lakásában volt egy vitrín, és akkor ott voltak ezek a fotball múlttal kapcsolatos dolgok, és ezeket lehetett nézegetni. Tehát ez ennyi élményem van róla.
csak úgy annyit hallottam, hogy ez volt a egyik beceneve a kistakin kívül, hogy Lesi Puskás, mert hogy által minden helyzetet, ilyen reménytelen helyzeteket is ki tudott használni, és nagyon lesgyanús helyzetekben is hát igyekezett gólt rúgni, vagy gólt fejelni, elég sokat fejelt is, ahogy én tudom. És szóval, hogy ki tudta használni ezeket a necces helyzeteket, ezért kapta talán ezt a nevet. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy tényleg megemlékezt, tehát hogy egy emlék készült róla, és akkor így a fiatalabb generáció is azért az ő emléket valószínűleg meg fogja élvezni magának. Hát milyen érzés olvasni itt, hogy Szent Mihály Janta a szektor, ez a egyszerű kérdés? Hát fantasztikus. Nem gondoltam volna, hogy erre sor kerül az életbe, de minden esetre hát csodálatos, hogy az ember ilyet megél, akárhogy is van. Az előbb mondtam véletlen, hogy mégis érdemes volt megöregedni, de hát szóval csodás. Na. A fiatal koromban több, hát nem kiló, de deka salakot szedtem ki az oldalaimból egy-egy edzés után, úgyhogy nem volt egy öröm nézve ezt a pályát, hogy hát tök sima, gyönyörű fű, hát élvezet lehet rajta menni és nem csak futballozni. És mennyire lesz élvezet kijárni itt egy-egy vasas meccsre Szent Mihályi szektorral a stadionban? Hát ezt nem is tudom elmesélni, ezt a szektor ügyet, mert ez csodálatos, de hát jó lenne, hogyha össze tudna jönni itt is egy jó csapat, vagy most is, nem itt, mert itt könnyű lenne, hanem valahogy jó lenne, hogyha sok jó magyar gyerek választana ezt a sportágat újra, és nem kellene kínlódni azzal, hogy van utánpótlás, vagy nincs utánpótlás. Nagyon megható és nagyon nagy öröm, hogy egy szektor van apukánkról elnevezve, úgyhogy ez nagyon jó időben. Nagyon keveset láttam játszani. Utána persze, amikor már nagyobb voltam, akkor az volt a dolog, hogy akárhova mentünk, ők mindig ismerték. Tehát mindig megállítottak, mindig szóba kellett állni valakivel, úgyhogy az életünk az sokszor így zajlott. Én nem láttam őt játékosként játszani, de most így hirtelen eszembe jutott, amit meséltem is nektek a Mészáros Bubonak, hogy ilyen kisgyerek voltam, és kapura rúghattam, hát az mondjuk nem kapurarúgás volt, csak így oda passzoltam neki a labdát, de az egy nagyon kellemes élmény volt. Ugye játékosként nem láttam őt játszani, mert 64-ben hagyta abba a labdarúgást. Én 64-ben születtem, úgyhogy én sajnos nem láttam őt játszani, de mint edző tevékenykedett a vasas pályán, és akkor ott gyerekként részt vettem. Szenzációs lesz az érzés, egyetlen egy baj van. Sajnos nem lehetek a pályán. Ez egy elég rossz érzés számomra. Úgyhogy, de nagyon-nagyon jó lesz, már nagyon várjuk a megnyitót. Mit mondaná ő szerinted, őt ismerve, hogy most látná azt, hogy itt a Hamas Ferenc szektor van a kapu mögött? Hát ez egy jó kérdés, nem tudom, hogy mit mondaná. Szerintem ő is ugyanúgy meghatódna, mint mi, és gondolom föntről látja is, hogy ez így van, és szerintem nagyon-nagyon boldog. És pontosan ez, amit a testvérem mondott, hogy ha ő egy rendkívül becsületes ember volt, és mindig megmondta a véleményét, lehet, hogy most adott esetben 129-szeres válogatott is lehetett volna, hogyha ez nem így van, de biztos, hogy nagyon boldog lenne. Elég nehéz. Csak csodálom, és el vagyok ámulva, hogy milyen gyönyörű lett ez a stadion. Hát apukám nagyon örülne neki, azt hiszem, és boldog lenne, ha ezt megélhette volna. És vele együtt mindazok, akik már nem lehetnek köztünk. És nagyon nagy hála és köszönet mindazoknak, akik ezt az ötletet kitalálták, és itt megvalósították. Egy nagyon szép emlék, és egy nagy-nagy büszkeség nekünk, a családnak. A szerénység jut róla eszembe, az alázat, a klubhűség, amit most itt azt hiszem ezzel a szektorral meg is kapott örökre. Nagyon megváltozott itt minden. Milyen volt a régi stadion, ahol szintén sokszor láttunk téged, és milyen lesz ehhez képest az új? Hát összesen lehet hasonlítani. Én azt gondolom, hogy ez nem is lehet hasonlítani. Azt lehet erről mondani, hogy
egy rendkívül családias, egy meghitt, egy finom, egy elegáns, olyan, amilyen a Vasas. És olyan, amilyen édesapád. Igen, úgy gondolom.